Tavasszal a koronavírus első hulláma még keresztül húzta a Nemzeti Ifjúsági Tanács számításait. Eredetileg ugyanis akkor tartották volna meg a szervezet már hagyományosnak tekinthető közösségképző nyíregyházi eseményét. Az elmúlt hétvégén bepótolt rendezvényen az ország számos pontjáról érkező, a civil szervezeti létben már tevékenykedő fiatal oszthatta meg egymással tapasztalatait, és ismerkedhetett meg új készségekkel a közélet területéről. A rendezvény során a tagszervezeteinktől érkező fiatalokkal fogunk együtt dolgozni, szám szerint most 50 fiatal, akik az ország különböző részeiből érkeznek. Az elsődleges cél az, hogy olyan tudásanyagot adjunk át a számukra, amit egyrészt a különböző civil szervezetekben végzett tevékenységük során tudnak hasznosítani, másrészt pedig a mindennapjaik során itt is. Alapvetően fogunk majd foglalkozni vezetői mintákkal, különböző vezetői szerepekkel a civil szektoron belül, projektmenedzsmenttel, pályázatírással, valamint mindezek mellett szervezeten belüli motivációval, illetve önkéntesek bevonásával és kommunikációval egyaránt. A Nemzeti Ifjúsági Tanács egy 2012-ben létrehozott fórum, amely a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Képviselői országszerte rendszeresen tartanak szakmai előadásokat és indítanak mentorprogramokat a civil szféra szervezeti felépítésének részleteiről.